aki valamiféle tatár, nagyon szívesen felveszem a csapatomba. És akkor visszatérhetünk ehhez az emberkéhez. Nagyon nem szeretnék rossz viszonyba keveredni a helyőrséggel, úgyhogy... úgyhogy inkább bunyózok egyet. Mindössze. Tehát nem fogok beszólni neki. A való életben is a kocsmai verekedéseket aránylag megpróbálom elkerülni. Na jó, és akkor most futok egy eléggé szánalmas csalást. Egyszerűen véded a két kezeddel a felső testedet, és halálra rugdalod az emberkét. De hogyha ilyesmire bármiféle fair play szempontjából nincsen ízlésetek, nincsen kedvetek, akkor egészen nyugodtan nagyon lehet verni ököllel ezeket a szerencsétlen marmokat. Nyertünk 50 dénárt, vagy tallért, vagy zlotyit, aranyat, nem érdekel, hogy mi ez. Akár takarodhatunk is innen. Elmenjek Zevbe, vagy Kurskba, vagy Bryansk. Bryansk lesz a nyerő. Elnézést kérek minden olyan emberkétől, aki ért lengyelül, nem fogom tudni helyesen kiejteni sem a helyiség neveket, sem a neveket. Az egyetlen dolog, amit a játékban helyesen fogok kiejteni, az a Tibor, és néha azt is tájszólással fogom tenni. Hasonlóképpen fogok cselekedni, azaz az itt lévő lovasságot felveszem. És most már tényleg ideje valamiféle küldetés után nézni, úgyhogy benézek Zamosébe. Lassan délután lesz, elképzelhető, hogy várakozni is fogok majd valamennyit, hiszen este sem ti, sem én nem fogok látni szart sem. Megoldhatnám ugyan a küldetés felvételét a menüből is, mint láthattátok, viszont körül fogok nézni itt bent, hogy lássátok, hogy a játék nagyon szépen hozza a korszak hangulatát. Viszont a nagyobb városokban, tehát a több ezres városokban már nagyon zavaró, hogy noha a helyszínek nagyon nagyok, de láthatatlan falakat építenek be a játékosnak mindenhová, emberek pedig alig lézengenek, tehát nagyon illúzió romboló. Viszont nézzétek ezt a fantasztikus helyi viseletet, tehát... Áj, de szexi, komolyan. Van egy hely a lovam, amúgyha érdekel. Már hogyha tudsz lovagolni. Rendben van, na. Beszélgessünk inkább a falu előjárójával. Nagyjából elmagyarázza az öreg, akit szerencsém, hogy öreg anyámnak szólítottam, hogy mi a helyzet. Hát konkrétan az a helyzet, hogy háború van, és mind Lengyelországot, mind a környező településeket és abban élőket halomra és szarrá lövik. Ez egy szomorú dolog, mindenképpen. De hát megnézzük, hogy mit tudunk nekik segíteni. Egyből kettő küldetést is elvállalok. Mégpedig az adó elengedését, illetőleg... Ha minden jól megy, akkor egy néhány banditának a segélynek a szétrúgását. Ideje már, hogy egy kis csatát is láthassatok. Előtte azonban megnézem, hogy hát 22 tallérom van, ez a további küldetésekre nem fog elegendő lenni. Úgyhogy kénytelen leszek nekizuhanni ezeknek az úri embereknek. Akikkel jól lesz vigyázni egyéb iránt, mert lőfegyverük van. De előrelátóan én is felvetem egy néhány zsoldost. Úgyhogy még akár jól is kijöhetünk ebből. Hát amíg én ezzel a lóval odaérek, addig javaslom, hogy szívjatok el egy cigit, vagy szexeljetek, vagy aludjatok egyet, mert felébreszelek, nem tudom. Amit jónak láttok. Elképzelhető, hogy a zenéből is egy kicsikét majd a hangerőből vissza kell vennem. Nézzétek el nekem. Egyelőre még nem kalibráltam be tökéletesen a rendszert, és amíg odaérek, addigra a csata jóformán le fog pörögni. És elhibázom, és beszívok egy kardvágást. De már nyertünk is. Nézzük meg, hogy mi sikerült összeszedni. Egy voltaképpen egészen korrekt kardot. 92, 80, 95. Van helyem, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy ezt bepakolom. Bár nem gondolnám, hogy most a szabja mellett
különösebben használnék egy másik fegyvert is. Reach, tehát a fegyvernek a hossza, az elérés az gyakorlatilag ugyanaz. Nem tudom, majd eldöntöm, ráérünk ezzel. Már is sikerült az egyik küldetésünk. Yay, team! Gratulálok, Tibor, tudtam, hogy legyőzöd őket. Banditek? Essünk nekik! Miért is ne? Sajnálom, csávó. Te ma itt meghalsz. Na, azt hiszem, hogy elereztek egy lövést, teljesen értelmetlen, ugyanis senkit nem fogok tudni eltalálni. Említettem már ugye, hogy ezek a fegyverek ebben az időben húzagolatlan csövűek többnyire. Ha léteztek is húzagolt csövűek, azok borzasztóan drágák voltak. Úgyhogy nem arra kell itt gondolni, hogy érdemi pontlövészettel fogunk találkozni. Az embereim pedig sajnálatos módon eléggé hullanak, de fogyóeszközök, hát. Nem azért vettem fel őket, hogy hint a székben everészenek egész nap. De meg kell hagyni, hogy a keleténél egy kicsikét jobban elfogytunk, legalábbis ennél azért a valamivel szebb kimenetelre számítottam. A lényeg az, hogy nyertünk itt is. Három, annyira nem is rossz. Bentől csúnyábbnak tűnt. Újfent Smolensk felé visz az utunk. És hogyha a nyelvem nem törik be ezekbe a kibaszott nevekbe, akkor én nagyon boldog leszek. Mindennek előtt szeretném eladni ezt a rengeteg szemetet. És hogyha jól láttam, akkor... Ó, így van. Akkor kaptunk egy valamire való páncélzatot.